A Szolnok együttesét fogadta a Szent Lőrinc az MB2-es labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. Az első komolyabb lehetőség a fehér szerelésben pályára lépő vendégek előtt adódott. A 19. percben Kurdics ívelte be a labdát, mely Novák fejét találta meg. A 37. percben Tisza elé pattant a labda, aki 15 méterről nem sokkal lőtt mellé. A 67. percben Harsányi tüzelt 18 méterről, ő sem találta el a kaput. A 77. percben Novák lekönyökölte Lebát a félpályánál, amiért piros lapot kapott a játékvezetőtől, reklamálásért pedig a szolnoki vezetőedzőt, Csábi Józsefet elküldték a kispadtól. A 84. minutumban ismét Harsányi próbálkozott, 19 méterről eleresztett lapos lövése után a labda a jobb alsó sarok mellett húzott el. A 93. percben Dulló lőhetett közelről, a megpattanó labdát azonban Molnár Farkas szögletre ütötte, így maradt a 0-0-ás döntetlen. Az egy pályán második mérkőzésen egy pontot szereztünk. Elsősorban gratulálom a csapatomnak, megint csapatként működtek a pályán. Védekezésbe leosztunk a mérkőzés. Ellenfélem tudtuk kialakítani egy helyzetet se. Amit már mi megterveztünk, ez pályán láttunk, tehát igazából ezen a pályán nagy kombinációs fociról nem lett szó. Tehát készültünk erre, hogy ilyen mérkőzés lesz, tudtuk, hogy mire képes a Szolnok, hogy masszív védekezésből indulnak és egyszerű egyirámú támadásokat próbálnak egy évelésből. Indulva próbálják keresni a családdomákok. Igen, tehát nem mindig összejön, amit megtervezünk. Ma összejött ez, hogy védekezésben nagyon szervezettek voltunk, nagyon jól működtünk, és előrefele egy kicsi extra egyéni extra megúzásokat hiányoztak. Ma, ami múlt héten csinált csapatkapitányunk, ez ma kimaradt, mivel persze, hogy ellenfél volt egy nagyon tapasztalt védekező csapat, aki 8-9 emberrel védekezett mélyen, és ezen a pályán ezeket az egyéni akciók nagyon nehezen megcsinálni, mivel pályatalaj nem ideális ilyen játékban. Tehát gratulálok a csapatoknak még egyszer egy pontért. Igen, csak ha olyan szervezetek leszünk, akkor idegenben is tudunk pontokat szerezni, és erre tudunk készülni, hogy azt a Girmot ellen is pontokat elhozunk. Nehéz bármit mondani egy ilyen mérkőzés után, hogy új szakmai kihívások jelentkeztek a Merkantil Bank Ligában, mert ilyen körülmények között azt hiszem szakmáról nem beszéltünk. Egy pusztulós, nézhetetlen mérkőzést játszottunk, ahol szereztünk idegenben egy pontot. Én azt hiszem, hogy maximum csak ezzel lehetünk elégedettek. De sokkal több nem volt ebben benne, mindkét fél részéről. A Szent Lőrinc idei utolsó mérkőzésére Győrben, a Gyirmót otthonába látogat majd vasárnap.